Jelenleg éppen egy erdőápolás folyik, ez gyakorlatilag a lágyszárú gyomnövényeknek, parlagfűnek és egy gyomnövényeknek az írtását jelenti. Ezt egy kis keskeny nyomtávú traktorral tudjuk megoldani, amit korábbi közmunkaprogramba tudtunk vásárolni. Ugye ez kapcsolódó speciális adapter, ami ezt a feladatot gyakorlatilag ellátja. Mellette az emberek, akik kézzel kaszálnak, gyakorlatilag azt a parlagfűvet és más gyomnövényeket írtják ki, amit a traktor már sajnos nem tud gépi erővel megoldani. Évek óta az egyik legnagyobb közfoglalkoztatónak számít a Nyírerdő ZRT. Idén 600 millió forintos forrásból 800 embernek tudnak munkát adni 7 hónapon keresztül. A foglalkoztatottaknak a béren túl a munkaruhát és a szerszámokat is biztosítja a program. A közmunkások elsősorban erdőfenntartási feladatokat végeznek. Tavaly éven 11 hónapot tudtam dolgozni. Most az idén már idáig már ez az 5. hónapunk lassan, mert március 6-ától kezdtünk. Szeptember 30-ig, hát még a jövő azt ki tudja, hogy mi lesz. A programhoz képzések is kapcsolódtak, amelyek javíthatják a résztvevők esélyeit a munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatottak közül mintegy 150-en jutottak képzettséghez. Az erdészeti növényvédelmi tanfolyamon 70-en kaptak bizonyítványt. A képzést 43-an fejezték be eredményesen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkaügyi központ által szervezett motorfűrészkezelői tanfolyamot pedig 30-an végezték el. A társaságunk már legalább 15 éve begyakorolt módon végzi a közfoglalkoztatási programot. Állami cégként úgy gondoljuk, hogy nekünk ebbe a programba részt kell venni, hiszen a nyírségi erdőállományok nagyon sok kézi munkáról igényelnek, és közjólétben is van tennivaló, úgyhogy az erdő kezelési munkák, illetve a térség munkaerő foglalkoztatási problémái a Nyíredőn keresztül egymásra találnak. A szakember azt is elmondta, szeretnék, ha a program a téli időszakban is folytatódna, ezért jelenleg az ehhez szükséges feltételek megteremtésén dolgoznak.